Kedves tanárnők, tanárurak, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, akár csak az elnöki asztalnál, vagy az első sorokban ülő közéleti jeles szereplőket, akiktől elnézést kérek, hogy nem nevezem őket néven, hiszen ez már megtörtént, akár csak a köszöntésük. Szeptember 19-ét írunk, szeptember 1-én megkezdődött a tanév, mégis a 9. hónapban talán nem időszerűtlen tanévnyitó konferenciát tartani, különösen egy olyan időszakban, egy olyan tanévben, amikor rendkívül sok változás övezi a tanévkezdést és a nevelésnek az ügyét. Igen, valósággal új időszámítás kezdődött ez év szeptember 1-én, de ez az időszámítás már visszanyúlik arra 3 évre, amikor hozzáfogtunk ahhoz a megújító munkához, amely nem csak az oktatás vagy a nevelés ügyét hatja át ebben az országban, hanem célját, területét, kiterjedését tekintve egész Magyarország megújulását célozza. Az oktatásügy most már a köznevelésügynek azért van különös jelentősége, mert a köznevelés megújítása felgyorsítja, előkészíti azt a megújulási folyamatot, amelyre igent mondott ez az ország 3 évvel ezelőtt, és amelynek eredményeképpen reményünk, hitünk szerint valóban egy életképes, viruló, versenyképes olyan Magyarország fog itt felépülni mindannyiunk munkájának eredményeképpen, amelyre sokan, minden magyar ember tulajdonképpen áhítozik. A magyarságnak igazi ereje, mintha abban állna, hogy a legnagyobb katasztrófákat is ki tudja állni, és utánuk belső megújhodásra képes, írja Klebersberg Kuno, a 20. század kiemelkedő kulturpolitikusa, minisztere, akinek köszönhetjük azt a felismerést, hogy egy megbetegedett, kivérzett, nehéz helyzetben levő országot is talpra lehet állítani, mégpedig elsősorban a tudomány, a művészet, a kultúra, az oktatás és a nevelés segítségével. Azért ennek az előadásnak a kísérő idézeteit mindenütt Klebersberg Kunótól vettem, mert a 20-as években leírt papírra vetett gondolatai, mondatai bizony rá fogunk döbbenni, ma is időszerűek. Ezt az előadást én a tanévnyitó konferenciákra készítettem, nem nagyon változtattam rajta, viszont azóta eltelt most már majdnem 3 hét, hogy megkezdődött a tanév, és azóta is születtek olyan döntések, amelyek önöket közelebbről méltán izgatják, megérdeklik, és amelyekről részletesebben szeretnék szólni. Ezért engedjék meg azt a didaktikailag talán nem igazán kiváló fogást, hogy gyorsan átfussak az előadás első képein, amelyeket azért nem dobtam ki, mert fontosnak tartom, hogy itt is, ha a konkrét mindennapi örömeinkre vagy gondjainkra koncentrálunk, akkor is érezzük, lássuk, tudjuk, hogy ez az egész nagy változás gomolyag, amely körülveszi most az iskolák világát, nem öncélú. Megvan az értelme, megvan a célja, és egymással szorosan összefüggő intézkedések sorozata történt és történik. Az elég sajnálatos, hogy a változásoknak az ütemét nem mindenkinek sikerült talán megfelelően követni, és hát elég sok félremagyarázás is van a változások körül. Szeretném megragadni ezt a mai alkalmat azzal a céllal is, hogy rámutassak a valódi, a tényleges, az igaz oldalára azoknak a híreknek, amelyeket nap mint nap félremagyarázva, félreinterpretálva hallunk, sokszor szomszédainktól, sokszor pedagógusoktól, és hát legtöbbször sajnos a nem eléggé tájékozott sajtómunkatársaktól. Ha az értelmét akarjuk megtalálni azoknak a dolgoknak, amelyek ott burjánoznak körülöttünk, akkor érdemes szembesülni azzal, hogy mi a célja mindennek. Nos, a köznevelés megújításának és az ország megújításának körülbelül ezek a legfontosabb céljai. Mondhatnék még, vagy ideírhattam volna még többet is, de ezek markánsan és konkrétan is értelmezhetők az iskolák világára. Fontos szempont mindegyik. Nem fogom ezeket most kifejteni, ahogy mondtam önöknek. Itt jegyzem meg mindazonáltal, hogyha
valaki úgy jobban el szeretne mélyedni az összefüggésekben, meg az előadás tartalmában, akkor a rendezők nyilván mindenkinek rendelkezésére bocsátják majd ezt az anyagot, amit elküldtünk elektronikusan, és nem titkos anyag, használják nyugodtan, adják is tovább, vagy gondolkozzanak rajta, esetleg szálljanak magukban vitába egy-két másik állítással. Bízom benne, hogy az összefüggések világos látása után a legtöbben el fogják hinni, és meg fogják érteni, hogy ez mind szükségszerű volt, amit most megléptünk. Na most a célok irányába, a megújulás irányába nagyon sok mindent megtettünk már, hiszen 3 éve és 3 hónapja zajlik az a kormányzati munka, amelyről nagyon-nagyon keveset tud a közvélemény, hiszen nem, az ilyen előkészítő kormányzati munkáknak az a lényege, hogy számtalan megbeszélés, egyeztetés, tanácskozás, tervezetkészítés, módosítás és egyéb munka, hát természetesen irodákban, meg különböző színhelyeken zajlik. Ezekről olykor-olykor hírt adnak a sajtó munkatársait, a hírek egy része igaz, a másik része pedig hát egy kicsit el van ferdítve. Nos, ezen a képsoron azokat a legfontosabb jogszabályokat soroltam fel, amelyeket az elmúlt 3 évben megalkottunk. És miután itt szakmabéliekkel vagyok együtt ebben a teremben, önök pontosan tudják és ismerik, hogy például egy nemzeti alaptantervnek a megalkotása, az bizony az első nemzeti alaptanterv esetében például 7-8 évet vett igénybe. Mi 1 év leforgása alatt tudtuk ezt elkészíteni, kb. 250 szakember vett részt a munkájába, meg a kerettanterveknek a munkálataiba pedig 1000-nél is több szakember. Mindezek elkészültek gyors tempóban, de jó minőségben, és a megalkotott jogszabályoknak, amelyeknek mondom csak a leglényegesebbikét soroltam föl, a végeredménye, az összegzése az, hogy 3 év leforgása alatt több mint 100 új vagy jogszabályt alkottunk meg. Egyet éppen tegnap fogadott el a kormány, erre is régóta szükség volt már, a pedagógusok továbbképzéséről és a szakvizsgáról szóló korábbi kormányrendeletnek a módosítását, amelyet hozzá kellett igazítani a megváltozott jogi környezethez. Lényegét tekintve olyan komoly változást nem hoz a pedagógusok számára, de akik szeretik követni a jogszabályt, figyeljék, napokon belül gondolom, hogy a közlönyben olvasható lesz. Tehát a jogalkotó munka oroszlán részét befejeztük, de hát sosem lehet a végére érni, mert aztán már következik majd a következő tanév előkészítése, amely szintén egy szokásos miniszteri rendelet, és így tovább. Nos, a jogalkotó munka a kormányzati munkának és a parlamenti munkának is az oroszlán része, de azzal is tisztában vagyunk, és ezt mi is tapasztaljuk, meg hát a mindennapi életben is ez egy eléggé köztudott dolog, hogy a törvényt alkotni önmagában az még semmi, hanem csak a szakszerűen képzett, ügyszerető emberek azok, akiknek a munkája lehetővé teszi, hogy ezek a törvények, ezek a jogszabályok ne üres üzenetek, ne csak sajtpapírok legyenek, hanem a mindennapi életben valósággá váljanak. Ezért is fontos, kedves tanárnők és tanárurak, hogy jól lehet a mindennapi nevelés, tanítás leköti az erőnket. Tudom, én magam is 20 évig a közoktatásban dolgoztam, később az egyetemen, hogy nagyon nehéz időt szakítani arra, hogy kövessük az eseményeket. Mégis szükséges, mert hiszen ez a nagy rendszer, amelynek egy-egy szolgáló lányai vagy szolgáló fiai vagyunk a katedra mellett, ez egy összefüggő szerves egész, és akkor tudjuk jól szolgálni a hazánkat, a köznevelés ügyét, ha érzékeljük azokat a folyamatokat, amelyek vannak, és ezeket a szabályok közvetítik. Ezért talán nincs unalmasabb olvasmány, mint egy köznevelésről vagy bármi másról szóló törvény. Nehéz is néha a szövege, a nyelvezete, de nem véletlen, hogy például a pedagógus továbbképzéseken, a szakvizsgás képzéseken ezt a törvényt, meg a többi jogszabályt azért végig szoktuk nyálazni, és át szoktuk dolgozni, megértelmezni, mert kell, hogy tudják a lényeges üzeneteit, és kövessék. És hogyha ez így történik, akkor majd nem áll elő az a helyzet, remélem,
a jövőben, hogy például egy 2011-ben megalkotott jogszabályt 2013. szeptemberében is rendszeresen félremagyaráznak, félreinterpretálnak, bizony itt-ott még az iskolákban dolgozó tanárok és vezetők is, ami rossz, mert helytelen, mert nem is vet jó fényt azokra, akik egy jogszabályt máshogy értelmeznek a mindennapokban, mint ahogy azt kellene, hogy mire gondolok, majd ki fogok erre térni. Nos, azon kívül, hogy megalkottuk a jogszabályokat, talán a legfontosabb változása a köznevelési rendszernek, hogy valóban köznevelésnek tekintjük, nagyobb figyelem fordul minden szinten a nevelésre, és ugyan mérési adataink nincsenek még, ezeket is meg fogjuk szerezni a tanév során, mégis nagyon sok olyan jel van már, és olyan jelzés érkezett el hozzánk, amely azt mutatja, hogy a nevelő központú iskolának megvannak már azok a pozitív eredményei, kitapintható eredményei, hogy kevesebb az iskolai fegyelmezetlenség, a gyerekek komolyabban veszik a tanulást, kevesebb az agresszió, és arról is sok jelzést kaptunk, hogy a szülők viszonya az iskolához, a pedagógushoz is nagyon sok helyen javulóban van. Ez a nevelés központúság egyébként egy egyöntetű igénye volt a társadalomnak, és hogy lehet nevelni, lehet érték alapon nevelni, mert hiszen erről van szó. Itt megint álljon ez az idézet, amely azt bizonyítja, mégpedig egy tudós ember által, hogy igen, az emberben mindig is ott volt, ott van és ott lesz az ösztönös vonzódás az örök eszmények iránt. Ezért ne féljünk a nevelő munkában irányt mutatni, eszményeket felmutatni a gyereknek. Akár kémia órát tartunk, akár testnevelés órát, akár erkölcstanórát, hiszen ez nem csak az erkölcstanórának a feladata, hanem át kell, hogy hassa az iskolai életnek az egészét. A nevelés központúságot jelzi az is, hogy 3 éves kortól kötelező lesz óvodába járni, jövő év szeptemberétől. Van azért egy engedmény, egy kivétel e tekintetben is, mert lassan érti meg a társadalom ezeknek a szabályoknak az értelmét, és nehogy azt higgyék, hogy az a szándékunk, hogy a családtól vesszük el az óvoda, az iskola számára a gyereket, mert nem erről van szó, hanem arról, amit mi itt, akik ebben a teremben ülünk, szakmánknál, hivatásunknál fogva is pontosan tudunk, hogy a kisgyerekkori nevelés, fejlesztés, intézményes nevelés az nagyon fontos, mert ha ez elmarad, akkor a gyerek 6 éves korában olyan lemaradással lép az iskolába, amit később már nem tud pótolni. Most folyik az a felmérés, amely az óvodai férőhelyeket számba veszi és összeveti a gyereklétszámmal. Országosan megnyugtató a helyzet területenként. Vannak hiányosságok, van még egy évünk, hogy ezt pótoljuk, ez elsősorban az önkormányzatoknak a feladata, hogy az óvodáztatást biztosítsák. Nincs nagy hiány az egész országban, 10 000 alatti a férőhelyeknek a hiánya, amelyeket csoportszoba bővítéssel és egyéb módon óvoda építéssel, ahol kell, meg fogunk tudni oldani. De hangsúlyozom, hogy ha valamelyik család szeretné még otthon tartani a gyerekét, akkor a jegyző engedélyével ezt megteheti, de a főszabály 3 éves kortól járjon óvodába lehetőleg minél több gyerek, mert ott fog úgy fejlődni, ami az iskolai kezdést könnyebbé teszi számára. Tavaly vezettük be a mindennapos testnevelést, amely ebben az évben folytatódik, most már 2-2-2 évfolyamon ezt is nagyon komoly infrastruktúrális fejlődés és fejlesztést követi, kicsit lemaradva természetesen, vagy szükségképpen a mindennapos testnevelés bevezetéséhez képest, de utol fogjuk érni önmagunkat, addig pedig, amíg az utolérés helyes és kívántos állapota nem következik be, addig is bizony azt tapasztaljuk, hogy azokban az iskolákban, ahol a tanári kar, a vezetőség, és nem csak a testnevelő tanár megértette azt a nagyon fontos összefüggést, hogy a mindennapos mozgás nem csak a gyerekek egészségét, fizikai állapotát fejleszti és javítja látványosan, igen azt, de a nevelés szempontjából is nagyon fontos eszköz a kezünkben. A rendszeres sport, ugye rendszerességre, akaraterő fejlesztésére, a szociális készségek fejlesztésére szoktatja a diákokat.
nincs, nem is kell más bizonyítékot előhozni, mint azt, hogy az olimpikonjaink minden nehéz körülmény ellenére milyen csodálatos sport és emberi sikereket tudtak felmutatni tavaly nyáron. Ez önmagában bizonyítja sok-sok kísérlet, kutatás mellett, hogy a sport nem elveszi az időt a tanulástól, ez egy felületes nézőpont, hanem könnyebbé teszi a tanulást, ez is már kutatások által igazolt tény. Ezért bár látszólag megnőtt a gyerekek óraszáma, ez persze rossz indulatból, vagy szakmaiatlanságból vezérelve lehet úgy interpretálni, hogy tovább terheltük a gyerekeket, de aki ismeri az emberi fejlődésnek a belső pszichés összefüggéseit, az pontosan tudja, hogy a mindennapi mozgás mellett sokkal élénkebb lesz az agyműködés is, tehát a tanulás is könnyebb, intenzívebben és eredményesebben tud tanulni a gyerek. A mindennapos testnevelést egészen hétköznapi nyelvre lefordítva úgy kell értelmezni, hogy egyetlen testnevelés óra sem maradjon el. A testnevelő tanár legyen a tanári karnak az egyik legmegbecsültebb embere, és ha valami feladat adódik az iskolában, akkor ne a testnevelés órát hagyjuk el, mondván, hogy ez nem olyan fontos, mint a matematika óra, mert legalább olyan fontos, néha még fontosabb is. És folytatódnak az infrastrukturális fejlesztések, ez is a tegnapi kormányülésnek egyik témája volt, és egészen 2020-ig terjedő stratégia van arra, hogy mindenütt legyen megfelelő tornaterem, sportolásra alkalmas építmény, mi több egy komoly úszoda építési, fejlesztési programba is belekezdünk, hogy az úszás oktatást is meg tudjuk oldani. Középiskolákban a közösségi szolgálat egy új elem, amely szintén nevelési célokat szolgál, mégpedig a gyerekek szocializációját, ha úgy tetszik, vagy azt az önkéntes munkát készíti elő, amelyet reményeink szerint nagyon sokan majd felnőtt korban természetesen fognak folytatni. Ez sem új keletű dolog, és hogy mennyire megvan a hajlandóság a magyar emberekben a segítésre, arra, hogy másokért cselekedjenek, hagy hozzam fel példaként a Dunai árvizet, ahol megint a magyar emberek azt mutatták, hogy tudnak segíteni akkor, hogyha kell. Ezt kell egy fő életvezérlő elvé tenni, és ehhez adni lehetőséget a középiskoláknak, hogy próbálják ki a saját kis ifjú éveikben, hogy egy tanévben 50 órán keresztül, az nekik jó, hogyha megtapasztalhatják, hogy másoknak segítettek, hogy jót tehettek. Középiskolás tanárnőknek, tanáruraknak mondom, hogy el kell kezdeni már ebben az évben, mert hiszen 2016-tól már nem lehet érettségi vizsgára jelentkezni anélkül, hogy a gyerek, a tanuló ne igazolná, hogy 50 óra közösségi munkát végzett. Ehhez nagyon sok segédanyagot és segítséget adunk honlapon és minden egyéb módon, de hát olyan nagy segítségre én azt hiszem nincs is szüksége a középiskolás tanároknak, hiszen önmagunktól is nagyon sok ötletünk lehet, de aki úgy érzi, hogy tanácsra, módszertani segítségre szorul, az nézegesse a honlapokat és forduljon bátran hozzánk. Nos, bevezettük e tanévtől kezdődően az általános iskolákban az erkölcstan órákat, illetve választható módon a hit és erkölcstan órákat. Ez az állami általános iskolákban kötelező érvényű, és ezt is nagyon sok téveszme kíséri. Én nem tudom, hogy olvasni nem tudó, vagy milyen emberek azok, akik leírják, még a mai sajtószemlében is ezt olvastam, hogy tiltakoznak az ellen, hogy kötelező hittanoktatásra járjon a gyerek. Van-e Békés megyében olyan iskola, amelyik így értelmezte ezt a jogszabályt, amely egyébként 2011 óta benne van a törvényben, hogy kötelező hittanra járni? Nem kötelező. Ami kötelező, az az erkölcstan, és aki valamelyik valláshoz vagy felekezethez tartozik, az pedig hit és erkölcstan órára járhat, amennyiben erre iratkozott be, és ennek a
a hit és erkölcstannak a tartalmáért az adott bevett egyház felel. Az a bevett egyház, amelyet az egyházakról szóló törvény megnevez. Nincs tehát semmiféle ilyen kényszer. Aki fél attól, hogy hittanórára írassa a gyerekét valamilyen oknál fogva, az erkölcstanórára kell, hogy járassa, de fordítva is. Meg lehet ezt oldani, szabad választás van tehát. Egyébként semmi tudomásunk nincs arról, hogy ebből bárhol probléma lett volna az országban, ezért ezek a hírek, amelyeket a sajtószemlében olvasok, és minden reggelemet megkeserítik, ezek valószínűleg álhírek, vagy az fordulhat elő, hogy az országban van közel 2000 általános iskola, és egyben valami félreértelmezés, vagy valami kommunikációs zavar történt, és ezt úgy adják tovább, minthogyha ez lenne általánosan jellemző. Segítség kérem mind a két órát, mind az erkölcstan, mind a hit és erkölcstan órákat. Nem könnyű megszervezni az első évben, hiszen a kisebb egyházaknak kevés hívük van, de hogyha a szülő ragaszkodik hozzá, ez törvény adta joga, hogy ő annak az X egyháznak a hit és erkölcstan óráira járathassa a gyerekét, amelyhez ő felekezetileg tartozik. És jövőre már megduplázódik, az első-másodikban lesz, aztán 3 év múlva első-második-harmadikban. Ha most az induláskor nincsenek szervezési gondok, akkor nagyon sokat segíthetünk a jövő magyar társadalmának abban is, hogy kicsi korban megtanulják a gyerekek, hogy nem vagyunk egyformák, nem egyformán gondolkodunk a világról. Vannak hívő emberek, vannak olyanok, akik nem hisznek, és ezek az emberek békésen, boldogan együtt tudnak élni, dolgozni és játszani, és nem kell állandóan egymás torkának esni. És az egyik megy az erkölcstanórára, a másik megy a katolikus hittanra, a harmadik a baptista hittanra, a negyedik az evangélikusra, és sorolhatnám így tovább. Az igazgatóknak kötelességük ehhez minden segítséget megadni, és természetesen biztosítani a feltételeket. Eredményekről itt még nem tudok beszámolni, hiszen nincs még 3 hete, hogy ez zajlik. Létszámokat úgy nagyjából országosan tudunk, majd azért tájékozódunk persze a részletekről is, és köszönettel vesszük, hogyha minden pozitív eredményt, vagy éppen problémát jeleznek nekünk is, hogy segítsünk orvosolni, hogy ennek az új kezdeményezésnek a bevezetése minél hamarabb sikeres legyen. Halkan és zárójelben jegyzem meg, hogy Európa számos országában kötelező hittanoktatás is van, tehát nincs ebben semmi váratlan vagy valami meglepő, csak hát nálunk olyan hevesen reagálnak a magyar emberek, akik érzelmileg általában túlfűtöttek, mint vagyunk mindannyian, én sem vagyok természetesen ez alól kivétel. Nos, az állami fenntartásba vétel is megtörtént már, mégpedig ez év januárjában. Tájékozódom rendszeresen arról, hogy ez hogy sikerül, hogyan ment. Januártól kezdve nagyon sok helyen megfordultam az országban, alapvetően nagyon pozitív az összkép. Mégis miért hallunk naponta híreket arról, hogy itt milyen káosz van és milyen zűrzavar? Tessenek azt végig gondolni, hogy a korábbi rendszerben tavaly decemberéig mintegy 3000 önkormányzat tartotta fent az iskolákat, és mellette természetesen az óvodákat is. És hogyha bármahol adódott valamiféle probléma az iskola életében, az általában megrekedt helyi szinten. Nagyon keveset írt róla a helyi sajtó is, mert nem tartották olyan fontosnak. A szokásos pedagógiai konfliktusoknak kezelték adott esetben. Ilyen volt például az elsősöknek a beiratkozása. Tudjuk pontosan, hogy a tavaly előtti évben az elsősök iskolába történő beiratkozása elhúzódott egészen nyárig, holott akkor is áprilisban volt a beiratkozásnak a dátuma. Mi történt az idén? Január 1-ével a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ lett az iskoláknak, a korábbi önkormányzati iskoláknak a fenntartója, mintegy 2500 iskola tartozik a felügyelet alá, és összesíti az adatokat. És ha egy helyen van valami kis hiány, az mindjárt így országos szintre emelkedik. És miután hát a sajtónak vannak olyan képviselői munkatársai, akik kezdettől fogva ördögöt kiáltottak az állami fenntartásba vételről, ők úgy interpretálják a problémát, minthogyha ez általános generális dolog lenne. Nos, az idén április 8-án, 9-én volt
az általános iskolások, első osztályosoknak a beiratkozása. Bizonyára vannak itt többen általános iskolából, akik emlékeznek rá. Mi történt? Április 9-e napzártáig az országban 84 ezer kisgyerek beiratkozott az első osztályba. 190 nem tudott, 1900 nem tudott, mert olyan iskolába jelentkezett, amelyet nagyon felkaptak a szülők, és nem volt neki hely. Nyilván az igazgató nem vehette föl a Lajstromba. Másnap heteken keresztül attól kellett kínlódni, hogy megmagyarázni az embereknek, hogy nyugodjanak meg, lesz hely a gyereknek, mint hogy tavaly meg tavaly előtt meg ezelőtt is volt. Minden gyereket elhelyezünk, és a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ garantálja, hogy április 30-áig minden kisgyereknek meg lesz a helye. Úgy is lett. Tessenek fellapozni a sajtótermékeket május 1-e után. Egyetlen egy ilyen hír nem jelent meg, minden gyerekről gondoskodott a Klik, akikről tavaly előtt nem volt, aki gondoskodjék, a szülők szaladgáltak, mert az önkormányzatnak annyi dolga volt, hogy a saját területükön lakó gyerekeket a férőhelyig vegyék fel. Nos, ez olyan színezetben jelent meg, minthogyha itt nem teljesítettük volna a dolgunkat, teljesítettük, és sok egyéb példát tudok mondani. Az állami fenntartásnak óriási nagy előnye az, hogy az állam gondoskodni tud végre a polgárairól, és meg tudja oldani azt, hogy minden gyerek szülessék akár Békésben, akár Vas megyében, vagy Nógrádban, vagy éppen Csongrád megyében, biztosítja a magas színvonalú nevelést és oktatást, a szakos ellátást, és gondoskodik róla, hogyha szükséges. Ha valahol összeomlik egy iskola, egy magániskola, mert ilyen sok volt a megelőző kormányzati ciklusban, akkor van, aki gondoskodik az odajáró gyerekekről és pedagógusokról. Nem tudom, van-e itt a teremben olyan kolléga, aki emlékszik azokra a valós történetekre, amikor főleg Nyugat-Magyarországon történt, hogy több tucat iskolát átvett egy bizonyos alapítvány, fűtfát ígért a szülőknek és a gyerekeknek, az önkormányzat pedig átadta ennek az alapítványnak, amelyik rövid időn belül csődöt jelentett, a gyerekeket szétszélesztette, a pedagógusoknak pedig nem fizetett, még most is folynak a perek. Nos, ebben az évben is a Klebersberg felállása óta előfordult olyan eset, hogy egy alapítvány csődöt jelentett, a Klebersberg megjelent a helyszínen, gondoskodott a pedagógusokról, gyerekekről, a legtöbbször úgy, hogy ugyanabban az épületben, ugyanazon pedagógusok tanítása mellett, de más szervezeti formában folytathatták és befejezhették a tanévet. Ez is egy óriási előny, és sok egyéb előnyről beszélhetek. Azok a kis működésbeli fennakadások, amelyek voltak, és amelyek úgy tűnik föl, hogy mára elsimulnak, azok bagatell jellegűek, mi több szükségképpen adódnak abból, hogy egy korábbi rutint felváltott egy új eljárásrend. Akárhol járok, olyan tankerületi vezetőkkel és munkatársakkal találkozom, itt Békés megyében is, akik hivatástudattal és hivatástudattól vezérelve sajátjukénak érzik az iskolák gondjait, és minden erejükkel, nagyon sokszor talán önök nem is tudják hétvégén, és azon dolgoznak, hogy minden rendben legyen. Most például ilyen az átsorolások ügye, amelyet örömmel hallottam, hogy vagy befejeződött, vagy befejezés előtt áll, itt Békés megyében, de erről még fogok külön szólni. Igazgatói kinevezések is miniszteri rangra emelkedtek az új törvény értelmében. Ez is tudott dolog 2011 óta, hiszen, mint látták a második diasoron, 2011-ben fogadta el a parlament a köznevelésről szóló törvényt, az rendelkezik ilyen módon. Az igazgatói kinevezés, tehát miniszteri hatáskör lett, amit miniszter úr a köznevelésért felelős államtitkárra ruházott. Az igazgatói kinevezések szabálya teljesen ismert, és ebből nem következik az, hogy akár a tantestület válassza meg az igazgatót, akár az önkormányzat válassza meg az igazgatót, akár a kormányhivatal válassza meg. Ők véleményt mondanak arról, hogy kit javasolnak. Ezek a vélemények, ha egybecsengenek, akkor könnyű dolga van a köznevelésért felelős államtitkárnak, mert megbízik a kollégáiban, és azt mondja, ha három fontos véleményező testület azt mondja, hogy
a Kovács József a legjobb igazgató ebbe az iskolából, akkor kinevezi. Akkor is, ha soha nem látta személyesen, és akkor fogja megismerni személyesen, amikor kezet fog vele ünnepélyesen, mondjuk a Szép Művészeti Múzeumban, és gratulál neki az igazgatói kinevezéséhez. Abban az esetben viszont, ahol a vélemények eltérőek, ahol nagyon szórtak, vagy uram bocsá, ahol olyan pályázatot nyújtott be valaki, amely nem felel meg a jogszabályoknak, mert nincs szakvizsgája, vezetői szakvizsgája mondjuk az adott jelöltnek, vagy a pályázati eljárásba csúszott olyan hiba, ami szabálytalan, akkor nem tehet mást a köznevelésért felelős államtitkár, mint hogy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot, automatikusan átveszi az iskola vezetését az SMS-ben erre nevesített helyettes, így tehát hazugság az az állítás is, hogy most vezetők nélkül maradtak az igazgatók, vagy bocsánat, az iskolák, és újabb pályázati eljárást kell kiírni. De figyelni kell arra, hogy a pályázatok szabályosok legyenek, hogy fel legyenek szerelve azokkal a mellékletekkel, amelyekkel fel kell szerelni, hogy csak megfelelő szakképesítéssel pályázzanak, és meg lehet egyezni előre, tehát azért lehet, hogy úgy mondjam, véleményeket cserélni, megvitatni előre, hogy a vélemények ne legyenek olyan szétszórtak. Higgyék el, ahol nagyon szóródtak a vélemények, ott a köznevelésért felelős államtitkár alaposan utána járt a körülményeknek, és bizony több esetben nem tudott igazságos döntést hozni, akkor jobb elhalasztani a döntést, mint kinevezni valakit, és annak a kinevezését esetleg visszavonni, hogyha a döntés rossz volt. De erre is volt példa, mert ahol utólag jutott tudomásomra, hogy szabálytalanság történt, ott természetesen, mint jogkövető, közszereplő vagy jogkövető állampolgár, a kinevezést visszavontam, erre is volt példa. Most az igazgatói kinevezésből országos ügy lett ebben az évben. Az országban működő közel 5000 iskolából jelen pillanatban 154 olyan iskola van, ahol megbízott, egy évre megbízott helyettes vezeti az intézményt. Egy éven belül újabb pályázatot írhatunk ki, de ha a helyi erők, az iskola belső és külső világa úgy gondolja, hogy lesz alkalmas jelölt, előbb is kiírható a pályázat, mert pontosan tudom, magam is közoktatási múltbéli gyakorlatomból okulva, hogy jó az, hogyha stabilizálódik egy iskola belső világa, de azt is tudom, hogy nagyon fontos, hogy jó vezetője legyen. Nos, ennyit az igazgatói kinevezésekről. Tehetségprogram. Kiemelt programja a kormányunknak és az oktatás irányításnak. Miért van rá szükség? Talán nincs, nem is kell feltétlenül a volt kultuszminiszterhez fordulnunk, hogy egy kis erőt merítsünk a tekintetben, hogy az elkallódott tehetségek, az elkallódni hagyott tehetségek, azok nagyon nagy hibát mutatnak, mind az oktatási rendszerre nézve, mind egy társadalomra nézve. Ezért nagy öröm az, hogy a tehetségprogramot tovább tudjuk vinni, hogy ehhez megfelelő összegeket is hozzá tudtunk rendelni. Talán ebben a teremben is van egy-két olyan kolléga, aki ott volt néhány héttel ezelőtt, a pontos dátumra most nem emlékszem, a Nemzeti Színházban, amikor először 400 valahány tanár kapott bonuszban a díjat, nagyon jelentős pénzjutalommal is, abból a körből, akik 5 éven keresztül bizonyíthatóan, értékelhetően a tehetséggondozásban sikereket értek el. De ez csak egy volt az akciók között. Igazából azokat az összegeket, amelyeket a tehetségprogramhoz hozzá tudunk rendelni, a gyerekek munkájára és a gyerekeket felkészítő tanárok díjazására tudtunk fordítani. Ez nem volt így mindig a múltban, mert ezek a pályázatok, ezek a projektek bizony nagyon sokszor csak olyan egyéb járulékos tevékenységre voltak fordíthatók, mármint a projektpénzek, hogy kevésbé jutottak el azokhoz, akik tényleg ezt a tevékenységet folytatják. Ez egy örömteli és szép feladat.
hagy mondjam el itt ehhez kapcsolva, hogy mi vezettük be a mi kormányzásunk és a mi Európai Uniós elnökségünk 2011 első fél évében, hogy március 25-ét, Bartók Béla születésnapját, Európai Tehetségnappá nyilvánította az Európai Unió. Akinek ez az ötlet megtetszik, nagyon sok jeles napunk van, tudom, nem lehet mindenről megemlékezni, de azért a március 25-ét érdemes megjegyezni, készülni rá, és valóban állandó pesgő mindennapi napi munkává tenni. Kedves kollégák, a tehetséggondozás az nem egy tehetséggondozó kollégának a feladata egy iskolában, hanem minden pedagógusnak. Erről is szól sok egyéb mellett a meghosszabbított iskolai bentartózkodás, ez a bizonyos 32 órás szabály, amiről majd még beszélek. Nos, itt vannak az iskolai programok, amelyeket délután 4-5-ig kell tartani. Mint mondtam, minden mindennel összefügg. Ha egy nevelésközpontú iskolarendszert építünk, akkor ezt a laikus is tudja, nem csak a pedagógiai szakember, hogy a neveléshez sok minden egyéb mellett idő kell, személyes foglalkozás, beszélgetés, ottlét, jelenlét, példamutatás. Távnevelés az nem működik annyira jól, még legalábbis még ezt nem találta fel az emberiség. Az édesanyja is kezdetben napi 24 órát, majd kevesebbet, de órákat tölt a kisgyermekével, és így neveli, hat rá a jelenlétével, a szavaival, a mosolyával, és így tovább. Ugyanez az összefüggés igaz a pedagógia egészére, így az iskolai nevelésre is. Hogyan neveljük hatékonyabban a gyerekeket, ha kiürülnek az iskolák délután 1 vagy 2 órakor? Hogyan neveljük azokat a gyerekeket, akiket a családjuk nem tud megfelelőképpen nevelni, vagy azért, mert mindkét szülő dolgozik, és nincs otthon senki, vagy azért, mert nincs igazán affinitásuk a neveléshez, esetleg nem jól értelmezik a nevelési feladataikat, úgy gondolják, hogy elég, hogyha enni, inni adnak a gyereknek, és öltöztetik, és így tovább, vagy még azt is elhanyagolják. Ezért az, hogy az iskolák kínáljanak, maradjanak nyitva délután 4-ig vagy 5-ig, és kínáljanak változatos, színes programot a gyerekeknek, ez ezt a célt szolgálja. Viszont ehhez az kell, hogy ott legyenek a tanárok is az iskolában bizonyos mértékig, amit majd még részletezek. Na most hetek óta ezt olvasom a mindennapi sajtó szemlébe, hogy odaláncoltuk a gyerekeket az iskolához, börtön lett az iskola, kényszernapközi, ami az egyik legszomorúbb tapasztalatom, bár már a 7 éves parlamenti országgyűlési képviselői múltamból azért szereztem némi képet arról, hogy egyik-másik képviselőnek a felkészültsége milyen színvonalú, de még mindig meg tudok döbbenni, hogy feltesznek nekem ellenzéki képviselők ilyen kérdéseket a parlamentbe, hogy miért láncoljuk oda a gyerekeket az iskolába. Írásbeli kérdést kaptam ezen a héten, még többet. És mint az imamalom, mondani kell, hogy dehogy is láncoljuk, hiszen azt a gyereket, akit a szülő elkér, el lehet engedni. Tájékozottam itt Békés megyében a tankerületi vezetőktől, hogy tudnak-e olyan iskoláról, amelyik rosszul értelmezi ezt a szabályt. Azt a választ kaptam, hogy nem tudnak ilyenről. Bízom benne, hogy jól tájékozottak, és tényleg így van. Megjegyzem, egyetlen iskoláról sem tudok. Néha én is beleesem abba a hibába, hogy elhiszem azt, amit az újságban olvasok, mert ezeket a borzalmas híreket az újságban olvasok, és ellenzéki képviselők szájából hallok. Kedves kollégák, vigyék tovább a hírt, szerte szét, ha valahol ezt még nem jól értelmezik. Egyfelől 2011 óta tudott szabály a gyerekek érdekét szolgálja. Nem láncolunk senkit sehová, de az iskolának gondoskodnia kell arról, hogy aki ezt igénybe veszi, az ott maradhasson. Itt Békés megyében több olyan hírt hallottam, hogy megnőtt a felső tagozatosok körében is a délutáni iskolában maradni akaró gyerekek száma, és ahol tényleg változatos, színes programokat tudnak kínálni, ott ezt a gyerekek nem kényszerként élik meg,
hanem örömmel teszik. Buzdítsák a szülőket, és mindig nagyon sok szülő van, aki jelentkezik, hogy szívesen segít ilyen-olyan tanfolyamot, képzést, bármit tart. Nagyon sok mindent be lehet vinni a délutánba, de természetesen a tanulószobát, illetve a hagyományos napközit is be kell vinni, hogy lehetőleg a 4-5 iskolában maradt gyerek úgy menjen haza, hogy már nincs leckéje, tehát ezt is meg kell szervezni. Teljesen új iskola szervezési feladat, teljesen új pedagógiai feladat is azoknak a kollégáknak, akiknek eddig nem adódott más feladat, mint hogy megtartsák a fizika órákat. Egészen máshogy kell délután lekötni a gyerekeket. És nem azt jelenti, hogy ott ülök a tanáriban, kényszerűségből, ott is ülhetek, ha nem adódik más, de hogy a gyerek tudja, hogy van kihez fordulnom, hogyha én ott vagyok az iskolában, ez is fontos. Van, aki szóba áll velem, és idegen gyerekkel, és nem csak azzal, akit taníthatunk. Egy pezsgő, változékony, valóban új időszámítást jelentő iskolai életnek teremti meg ez az alapját, és senkit semmire nem kényszerít. De az, hogy a gyerek tudjon kihez fordulni, ahhoz egy új munkaszervezési formát kellett bevezetni. Erről szól a kötött munkaidő, amit a törvényes munkaidő 80%-ában, heti 32 órában határoztunk meg. Na hát ezzel kapcsolatban is, gondolom önök is olvastak sok borzalmat, remélem, hogy nem tapasztaltak, hogy 32 órát kell most tanítani. Mondjuk azt azért nem... Abba azért nem mentünk volna bele, mert pontosan tudjuk, mindannyian, akik a törvényalkotásban ott voltunk tanáremberek lévén, hogy az órákra fel kell készülni, meg elemezni is kell, hogy mi történt, néha dolgozatot is javítani. Nem növekedett, kedves kollégák, a kötelező órák száma, csak a kötelező óra fogalma tűnt el, mert a 32 órán belül rugalmasan határoztuk meg a foglalkozások számát, de ebbe a szakkör, a napközi, a tanulószoba, a tanítási óra, osztályfőnöki óra mind benne van. 22 és 26 között. Én azt hiszem, hogy ezt most már megtapasztalták. Bízom benne, hogy sehol nem értelmezte félre az iskolai vezető, akinek a feladata ezt a beosztást elkészíteni, és akkor a 22 és 26 közötti tanítási órák és a 32 óra közötti idő az, amit rugalmasan, változékonyan kell beosztani, oly módon, hogy akár egyik hétről a másikra is lehet rugalmasan értelmezni, akkor, ha mondjuk színházba viszik a gyerekeket, vagy múzeumba viszik, vagy kirándulni, ami túlnyúlik. Az igazgatóknak viszont kötelességük gondoskodni arról, hogy ez megvalósuljon, és ezt ellenőrizni is. Kedves igazgató kollégák, nagyon szépen kérem, hogy a lehető legegyszerűbb, de megbízható ellenőrzési formát válasszák. Ne kényszerítsék a kedves kollégákat agyon adminisztrálásra, háromszoros könyvelésre, és ne kövessük el azt a hibát, amit talán 5 évvel ezelőtt elkövettek, amikor ilyen két heti túlóra nyilvántartással, és nem tudom mivel borzolta az oktatás irányítás a tanárok kedélyét. Nyilván egész más módszert kell bevezetni egy olyan iskolában, ahol 100-nál több tanár dolgozik, és megint más módszert, ahol 11-nehány, ott az ember mindent lát, egy vezető, hogy mi történik. Egy a fontos, hogy az igazgató nyugodt lelkiismerettel nézhessen majd egy felügyelő szemébe, hogy igen, itt a 32 órát mindenki kitölti, amennyiben ezt megkérdezik tőle, de lehet, hogy meg se kérdezik, mert annyira nyilvánvaló, hogy ez mindenütt teljesül. Nos, ennyit a munkaszervezésről. Ahhoz, hogy a tanárok idejét jobban szabályoztuk, mint ahogy szabályozta a múlt rendszer, és ahhoz, hogy itt megújuljon a köznevelés, megújuljon az ország, hogy a tudásnak, a becsületnek, a szorgalomnak, a kötelességteljesítésnek ismét rangja legyen, amit az iskola sugároz leginkább a gyerek felé a család mellett, vagy a család után, ahhoz viszont elkerülhetetlenül szükséges volt az, hogy végre a pedagógus társadalom anyagilag is jobb helyzetbe jusson. Ez a pedagógus életpálya modellnek nevezett pedagógus politika fontos új eleme, az a béremelés, amelynek az első lépése megtörtént, és úgy hiszem, hogy a legtöbben szembesültek is azzal, hogy ez forintban mit fog jelenteni. Az, hogy ez egy kicsit összezsúfolódott időben, annak pedig a következő az oka, amit szintén
tudni lehet, de talán nem árt, hogyha megismétlem. Magyarország ott táncolt a szakadék szélén az elmúlt években, attól az adósság tehertől nyögve, amit az elődeinktől megörököltünk. Ezt jelképezte az a túlzott deficit eljárás, amelyet az Európai Unió rót ki ránk, és amely naponta azzal fenyegetett bennünket, hogy 100 milliárdoktól esünk el. A túlzott deficit eljárás alól azért tudott kikerülni Magyarország, mert a magyar emberek teljesítménye és a magyar gazdaság teljesítménye javult. Ezt viszont meg kellett várni, hogy ez a döntés megszülessék. Most ez született meg a nyár derekán. Ezután döntött úgy a kormány, hogy a pedagógus béremeléshez megvan a fedezet a költségvetésben, mert előteremtette a gazdaság, és nem hitelből szavazta meg ezt a béremelést. Ez egy nagyon fontos különbség, mert a hitelt vissza kell fizetni, amit pedig a költségvetés, a gazdaság előteremt, az ott van. Viszont, mint tudják, még annyira nem sikerült azért fejlődnünk, hogy a 2011-ben megálmodott reményt és törvénybe foglalt reményt teljesítsük, annak most csak a 60%-a lép érvénybe, de nincs még egy olyan foglalkozási réteg, amely most azt mondhatja, hogy 30-80 ezer forint közötti fizetésemelést vihet haza. És akik már megkapták az átsorolást, azok pontosan tudják, hogy rájuk nézve ez mennyi. Én idehoztam csak 2 vagy 4 példát, hogy esetleg akik még ezzel nincsenek tisztában, láthassák a különbségeket. Na most van az országban körülbelül 160 ezer pedagógus. Ezeket az összegeket úgy kalkuláltuk ki, hogy lehetőleg mindenki érezhetően, érzékelhetően magasabb bért vigyen haza. És amikor az államkincstártól néhány héttel ezelőtt lekértük a tavalyi béradatokat, akkor szembesültünk azzal, hogy mintegy 4500 olyan pedagógus van a szakmánkban, akiknek a jövedelme hát kiugróan magas volt. Most ezeket a jövedelmeket fedezni ezzel a béremeléssel, hát úgy tűnt, hogy nem lehet. Most örömmel jelenthetem, hogy a tegnapi kormányülés döntött a tekintetben is, hogy a legtöbb esetben kompenzálni fogja azokat a kollégákat, akiknek most az átsorolásuk alapján úgy tűnik, hogy kevesebbet fognak október elején hazavinni, mint vittek korábban. Nem mindent, mert nem fogjuk kompenzálni a vezetőknek szabálytalanul juttatott például ügyeleti díjat. Egy vezetőnek annak kötetlen a munkaideje, ott nem jár ügyeleti díj, több ilyet találtunk, egészen havi 100 ezer forintig terjedően. Nem fogjuk kompenzálni a havi 100, 120, 140, a csúcs 170 volt túlórát. Tessenek utána számolni, hogy lehetett egy hónapban a heti 22 óra, azaz mondjuk egy hónapban majdnem 100 óra mellett még 170 órát túlórázni. Hogy lehetett ott minőségi munkát végezni? Ezt nem fogjuk kompenzálni. És nem fogjuk kompenzálni még azokat a túlórákat, amelyeket az idén nem tartanak meg. A túlóra minden viszonylatban a valóban elvégzett többletmunkáért jár. A régi rendszer ilyen volt, óradíjak alapján fizetett. És akkor sorolhatnám tovább. Nos, annyit szeretnék mondani, hogy a következő hetekben, ha az átsorolások befejeződtek, ha az esetlegesen becsúszott hibákat korrigáljuk, mert azt szeretnénk, hogy október első napjaiban a szeptemberi fizetést mindenki úgy kapja készhez, hogy abban már az emelt bér és az új pótlékok szerepelnek, de ezt megelőzőleg elkezdjük a kompenzációs döntéseket. Minden ilyen esetben, ahol a korábbi összbér magasabb volt, mint a mostani, ott a tankerületek egyénileg fogják ezt megvizsgálni és átbeszélni igazgatókkal és kollégákkal, hogy november elején, szeptember elsőjéig visszamenőleg a különbözetet is mindenki megkaphassa. Tehát aki ebbe a kategóriába esik, az november elején már majd megkapja a megállapított még magasabb összbérét, és megkapja a szeptember első különbözetet is. Ilyen volt már máskor is a rendszerben, a két folyamatot
egyszerűen képtelen az apparátus párhuzamosan csinálni, úgyhogy a megértésüket kérem azoknak, akik ebbe a kategóriába esnek. A kompenzáció addig jár, amíg utol nem éri ezeket a béreket, a többieknek a bére, és akkor kialakul az egyenlőség, ahol tényleg az azonos kategóriába besorolt bérek egyformák legyenek. Sokszor lehet olvasni azt a megint csak hamis állítást, mondhatnám azt is, hogy hazugságot, hogy ez a béremelés nincs tekintettel a minőségre. Annyiban igazuk van, hogy ez a mostani szeptember 1-jei egy automatikus béremelés. De a pedagógus életpályának szerves része az a minősítési rendszer, amely kifejezetten már a minőségre koncentrálva a különböző osztályokba fogja sorolni a pedagógusokat, de előnyös helyzetben vagyok, mert Thaisz Miklós kollégám az államtitkári kabinetből jön majd, és a pedagógus életpályáról, minősítésről, pedagógus portfólióról fog önöknek előadást tartani, és akkor szembesülhetnek azzal, hogy ez is be fog következni, de ekkora mértékű változást csak fokozatosan, apró léptekkel lehet megvalósítani. Nos, még mindig az új elemek. Ezekben a napokban ugye az egésznapos iskola, vagy nem egésznapos iskola, kevesebbet fogok keresni, vagy többet fogok keresni, az államosítás, a centralizálás, és így tovább. Tehát ezek a fals hírek uralták az oktatás világát, és sajnos nem esett szó arról, hogy az oktatás tartalma is megújul ettől az évtől kezdődően. Említettem már, hogy az első nemzeti alaptantervet 1988-tól 95-ig alkották meg, 95-ben adta ki a kormány az első nemzeti alaptantervet, nekünk sikerült ezt egy év leforgása alatt megalkotni, tavaly április óta ismert, hát néhányan most erről is úgy beszélnek, minthogyha valami újdonság lenne, nem újdonság, de direkt azért egy év késéssel vezettük be, hogy legyenek már hozzárendelhető tankönyvek is, ezért tehát ez év szeptemberétől a nemzeti alaptanterv és a kiadott kerettantervek szerint kell tanítani. Kérem az igazgató kollégákat, hogy miután végeztek átsorolással, tantárgyfelosztással, órarenddel, erkölcshittan és a többi ezekkel a szervező munkákkal, amelyek szép lassan azért lecsengőben vannak, fordítsanak sokkal nagyobb figyelmet a tanítás tartalmára. Ugyanis ebben az új rendszerben éppen azért is vettük le az igazgatók válláról a működtetésnek, a finanszírozásnak, a bérszámfejtésnek és egyébnek a nyűgét, hogy a pedagógiai munka irányítására tudjanak koncentrálni. Ez az igazgatóknak a klasszikus szerepe. Márpedig akkor tudnak erre koncentrálni igazán, hogyha ismerik, ha tudják, és olyan alkalmakat teremtenek a tanári karba is, hogy a kollégák fejében is ott legyen, hogy itt igen, egy új szemléletű nemzeti alaptanterv van. Ez a kis rövidre szabott előadás nem teszi lehetővé, hogy most én a nemzeti alaptantervet, vagy az ezzel kapcsolatos gondolataimat részletesen megosszam önökkel, de számos alkalmat teremtettünk már, úgyhogy hiszem, hogy azért ezt megtették. Amit mégis idehoznék és kiemelnék, az a következő. Azok a kereszt tantervek, azok az új követelmények, amelyek a nemzeti alaptantervben benne vannak, ezeket be kell vinni a tanítási órára. Ezek ott vannak részben a tankönyvekben is, de a tanári tudást is fel kell frissíteni, hogy innentől azért mondjuk a gazdasági ismeretek megjelennek azért a történettananyaghoz kapcsolódva, matematikához, fizikához, erkölcstanórán, osztályfőnöki órán, és így tovább. De dönthetett úgy az iskola, vannak ilyenek, több százan az országban, ahol a szabad időkeretben külön gazdasági ismereteket tanítanak. Tehát ezeket az üzeneteket jó, ha megértik, jó, ha figyelnek rá, hogy valóban a 21. század követelményeinek megfelelően tudjunk tanítani. A másik, amit kiemelnék, az összefügg egy kicsit talán ezzel is, az elmélet és a gyakorlat arányával. A 2003-ban úgy módosították az akkor hatályos nemzeti alaptantervet, talán emlékeznek rá sokan, remélem,
hogy kivették belőle az ismereteket, és csak a kompetenciák fejlesztését várták el. A pedagógiában járatos szakembereknek egy szűkebb része, elég maroknyi része pontosan tudta, hogy ez nem jó út. A nagyobbik része felsorakozott talán, mert ez volt divatos, ez volt a trendi, mi több. Jól emlékszem arra a nagy értekezletre a Budapesti Műszaki Egyetemen, ahol az akkori oktatási miniszter bemutatta ezt az új nemzeti alaptantervet, amelyben egyetlen egy ismeretelem nem volt, és néhányan szólaltunk csak meg ott, hogy ez rossz út, mert a pedagógiában az ismeret, szerzés és a kompetencia fejlődés kéz a kézben kell, hogy járjon. Az egyiket abszolutizálni a másikkal szemben a súlyos szakmai hiba. Akkor az akkor hatályos miniszter azt mondta, hogy idióták mindazok a pedagógusok, akik nem látják ennek a szemléletnek a modern oldalát. Tudom, hogy az Európai Unió is a kompetenciákat abszolutizálja, megvan ennek a magyarázata, egyszer, ha meghívnak, szívesen kifejtem. Mi szakítottunk ezzel a rossz trenddel, miközben a tanulói eredmények persze nem javultak, a kompetenciák valamicskét fejlődtek, de sorra kerültek ki úgy az iskola rendszerből a gyerekek, hogy alapvető tudásanyagnak nem voltak birtokában. Megengedhető egy olyan országban, amely a nemzeti identitására büszke. Itt is jó volt együtt elénekelni ebben a gyönyörű teremben a himnuszt, és úgy éreztük, hogy együvé tartozunk, még akkor is, ha 200 féleképpen gondolkozunk egyébként talán a világról, de összeköt bennünket az, hogy magyarok vagyunk. Megengedhető-e, hogy egy állam, amely a rábízott jognál, felelősségnél fogva gondoskodni köteles arról, hogy a fiatalokat tanítsa, megengedje azt, hogy úgy kerüljenek ki iskolából gyerekek, százai, ezrei, vagy éppen tízezrei, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mi történt Trianonban 91 néhány évvel ezelőtt. Vagy fogalmuk sincs arról, hogy mi történt Budapesten és az ország nagyvárosaiban 1956. októberében. És ide jutottunk, hogy alapvető történelmi, irodalmi anyagot nem ismertek a gyerekek, nem volt előírás. De nem csak ebből. Műszaki Egyetemen tanító professzor panaszkodott arra nekem már 3 évvel ezelőtt, hogy korrepetálni kénytelen az első éves leendő mérnököket a Pitagorász tételből. Na most ezek a döbbenetes eredmények nem jelentek meg, mert ezt senki nem mérte. Hát mit mér a PISA? A kompetenciákat. Azt, hogy tud-e olvasni szöveget, érti-e, tud-e abból valamit kombinálni. Milyen történelem érettségi tételek voltak a középfokú történelem érettségében? Olyanok, hogy az általános iskolás 8-osok meg tudták írni 4-esre meg 5-ösre, mert nem követelt tőlük tudásanyagot. Nos, az új nemzeti alaptantervben ott vannak a tudáselemek. Ha az élet azt bizonyítja, hogy valami nem működik, hogy valami sok, felül fogjuk vizsgálni természetesen, akkor a tanári bölcsesség a mélységben tegyen differenciát. Nem kell esetleg mindent ugyanolyan mélyen, de ami ott le van írva, azt érintsék. Tudjuk nagyon jól, hogy a gyengébb képességű vagy gyengébb szorgalmú gyerek úgysem tanul meg mindent, de nekünk kötelességünk megadni a lehetőséget, hogy megtanulhassa, megtaníthassa. Most kedves igazgató kollégák, járjanak minél többet a kollégákhoz, látogassanak órákat, mert a látogatást mi is fogjuk csinálni. Hiszen az, hogy mindez a cél megvalósuljon, ahhoz segítséget kell nyújtani a tanároknak, ezt a célt szolgálja a szaktanácsadás és tantárgygondozás, ebben a tanévben megindul, semmi más feladata nincs, mint hogy konzultációs lehetőséget biztosítson a tanároknak. Nem kell félni, ha jön a szaktanácsadó bácsi vagy néni, ő zárt ajtók mögött konzultál, 2 kolléga, vagy 3 kolléga, vagy 4 kolléga jó ízűen elbeszélget néhány órát, aztán ha úgy gondolják, hogy leülnek a fehér asztal mellé, egy üveg vörösbor mellé, akkor éjszakában nyúlóan is folytathatják. Nem ír jelentést a kollégáról, de ez egy alkalom lesz, szép lassan be fog indulni. Utána jön a tanfelügyelet. A tanfelügyelet, amely külső szakmai ellenőrzés,
1985-ben megszüntette az előző oktatási irányítás, és nincs semmiféle külső szakmai ellenőrzés. Miközben a országos tanári kar közel 90%-a hiányolja ennek a létét, és helyesli. Na, ezzel kapcsolatban is lehetett már olvasni néhány szörnyűséget, higgyék el, hogy fognak is még olvasni, hogy majd itt nem tudom, mit csinálunk a tanárokkal. Nem, aki figyeli a híreket, az pontosan tudja, hogy országosan egységes, nyilvános, objektív kritériumok szerint erre képzett szakértők, tanfelügyelők fogják a tanfelügyeletet ellátni, köztük önök is, ha jelentkeznek ezekre a képzésekre, ha ott alkalmasnak találtatnak, és a következő évtől kezdve heti egy nap esetleg ilyesmivel fognak foglalkozni. A tanfelügyeletből ugyanis az is tanul nagyon sokat, aki végzi, és természetesen az is, akit felügyelnek. Ennek a protokollja is egységes lesz, ismert lesz, és objektív szempontokhoz fogja mérni a tanfelügyeletet, de erről már készül egy jegyzőkönyv, ami majd része lesz annak a tanári portfóliónak, amelyről Thaisz Miklós bővebben fog beszélni. A tanfelügyeletnek három szintje lesz, a tanári pedagógusi munkát, a vezetői munkát és az intézményi munkát fogja ellenőrizni és értékelni. És talán végre eljut az oktatási rendszerünk oda, nem hamar, 5-10 év kell ehhez legalább, hogy valóban objektív mérce alapján tudja értékelni egy-egy iskola egészének a működését. És ne az legyen, hogy jónak kiáltanak ki olyan iskolát, ahol kevésbé igényes a munka, csak mindenki jól érzi magát, mert senki nem bánt senkit, vagy rossznak kiáltanak ki egy olyan iskolát, ahol humánusan, de szakszerűen azért meghajtják a gyereket, és elvárják tőle, hogy tanuljon. És erre az utóbbira van szükség, hogy minden gyerek ki tudja magából hozni azt, amire ő képes. A minősítés pedig a következő lépcsőfok, amelyről szintén részletesen fognak hallani. No, nekem már nem maradt sok tennivalom, de nem működik most ez a dolog, nem tudok tovább menni, úgyhogy nem is annyira érdekes, mert mint mondtam, a vetítésre szánt anyag bárki számára, hagyj, korbácsoljam fel a kíváncsiságukat a hallgatóknak, jó? Van egy nagyon jó táblázat ennek az anyagnak a innen számított második oldalán, amely összehasonlítja ezt a három rendszert, hogy világos legyen, hogy mi fog következni a szaktanácsadást, a tanfelügyeletet és a minősítést. És ebben az utóbbiban, meg a tanfelügyeletben is igen nagy szerepet fog játszani a kormányhivatal, a kormányhivatal oktatási főosztálya. Ez ugyanis egy állami aktus, és követve a korszerű szervezete elméletnek azt az axiomáját, hogy egy szervezet ne önmagát ellenőrizze, ezért szándékosan nem a Klebersberg rendeltük a tanfelügyeletnek és a minősítésnek az irányítását, mert ők a fenntartók, mert őket is minősíteni fogja áttételesen az, hogy a területükön levő iskolák milyenek. Ezért ez a kormányhivatal oktatási főosztályának a szervezésében, de nem ők, nem az itt levő kormányhivatali szakemberek fognak minősíteni, de ők gondoskodnak róla, hogy a szakértőket kirendeljék, és ezt a bonyolult mechanizmust gondolják el 160 ezer pedagógust 5 év leforgása alatt felügyelni és minősíteni. Ez bizony egy óriási nagy szervező munka és felelősségteljes munka, tehát ez a kormányhivatalok feladata lesz és marad, mint ahogy vélhetőleg az érettségi szervezése és az övüké marad, látják, beindult közben. Nos, itt van a két beharangozott táblázatom, ezt azoknak a figyelmébe ajánlom, akik pontosabban szeretnének eligazodni. Semmi új nincs benne, mindez meglevő kihirdetett jogszabályok alapján, de mégis összeveti. Kedves kollégák, egy sokszínű köznevelési rendszerünk van, ezért vissza kell utasítani azt az állítást is, hogy itt bármiféle uniformizálás volna. Nézzék csak meg gyorsan ezeket a szövegeket, amelyek itt szerepelnek, bizony azt mutatják, hogy egy viszonylag nem nagy méretű országban is ennyiféle intézmény gondoskodik arról, hogy a szülők, gyerekek megtalálják a nekik megfelelő iskolákat. És akkor befejezésül ismét forduljunk
az egykori kultuszminiszter bölcsességéhez, és igaza van, mindannyian tudjuk, hogy minél műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermeknek. És ez azért fontos gondolat, mert mindaz, amit én itt tanfelügyeletről, munkaszervezésről, pedagógus béremelésről, minősítésről, vagy bármit hadarva, de elmondtam, az mindezért van, hogy a gyerekeink úgy fejlődjenek ebben az országban, hogy ki tudják önmaguk képességeit futni, hogy szárnyalni tudjanak, alkotni tudjanak, hogy olyan felnőttekké váljanak, akik viszik előre önmaguk, családjuk sorsát és ennek a nemzetnek a sorsát. Tehát igen, értük van az egész, erről nem szabad elfeledkezni egyetlen pillanatra sem. És olyan szeptember 1-e már elmúlt, kedves kollégáim, azért még szeptemberben talán nem késő ez, hogy valóban mindenkinek kívánok nyugodt, eredményes, örömteli új tanévet, a bosszúságoknak a minimalizálását, a türelmünknek a fenntartását, és minél több szeretetet adjanak is egymásnak, meg a gyerekeknek, meg kapjanak is. Ezt kívánom kölcsönösen, és akkor végre azt mondjuk itt, ebben az országban, hogy jó tanárnak lenni, jó itt élni, és nem kell innen elmenni, és akkor új időszámításra talán sokáig nem lesz szükség. Köszönöm a figyelmüket.